Én is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Engem Jófejű Anikónak hívnak, a Csodák Palotájából érkeztem, és erre az előadásra egy csokorra való vegyes kísérletet hoztam nektek. Én nem is szaporítanám tovább a szót, el is kezdhetnénk kísérletezni. Az első részéhez hoztam két zsákot. Két bátor önként jelentkezőre lenne szükségem, akik kijönnének versenyezni. És arra kérlek téged, hogy a katedra elé, hogyha föl tudnátok sorakozni, simán, és a közönség felé fordulnátok, adok nektek két zsákot. A feladatotok pedig az lesz, hogy hát minél nagyobbra fújjátok őket, az alatt az idő alatt, míg mondjuk mi 12-ig számolunk. Menni fog? Jártok úszni? Nem. Öreg hiba. Na, tehát akkor szóljatok, hogyha felkészültetek. Tehát akkor 1, 2, fújhatjátok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 és 12, elég lesz, nem csalunk, fogjátok be a száját. Lássuk, mekkorára sikerült őket felfújni. A kék versenyzőnk, megkérdeztetem a nevedet? Huba. Ekkorára tudta fújni a zsákját. A sárga versenyzőnk, téged hogy hívnak? Martin. Martin pedig ekkorára. Azt hiszem, itt döntetlen eredményt hirdethetek, nagyon ügyesek voltatok. Na, a zsákokra vigyázzunk. Nagyon ügyesek voltatok. Viszont szerencsére egyikőtök sem tudta, hogy hogyan is kell ezeket a zsákokat felfújni. Ilyenkor segítségül hívjuk a fizikát. Leülhettek, igen. Az a titka az ilyen zsákoknak, hogy minél távolabb érdemes beléjük fújni a levegőt. Tehát az egy eléggé rossz taktika volt, hogy szátokhoz vettétek. Egy olyan karnyújtásnyi távolság kifejezetten jól jön. Valamint az is jó, hogyha az egész zsák vízszintesen helyezkedik el. Most 3-at fogok belefújni. Lehet számolni, de csak 3-at fogok. Tehát 3 fújással is elég nagyra lehet fújni a zsákokat. És ennek a titka pedig az úgynevezett Bernoulli törvényben van, ami pedig úgy szól, hogy az áramló közegeknek a belsejében kisebb a nyomás, mint a külső rétegekben. Ennek köszönhetően nem csak az a levegő jutott bele a zsákba, amit én közvetlenül a tüdőmből belefújtam, hanem azok is, amik itt a zsák mellett voltak. Tehát azokat is magával rántotta, ugyanis amit a tüdőmből kifújtam levegő, az is egy ilyen áramló közegnek minősül. A továbbiakban is még lufikkal fogok kísérletezni. Ehhez pedig hoztam egy ilyen furcsa csövet. Ennek a két végére két különböző méretű lufit fogok felfújni. Az egyikre egy kisebbet, a másikra pedig egy nagyobbat. Ez lesz a nagyobb lufink. Lett volna? Nem baj, akkor ebből lesz a kisebb lufink. Így inni. És akkor a másik végére pedig egy nagyobbat felhúzunk. És a kérdés pedig az, hogy mi fog történni szerintetek, hogyha kinyitom a csapot? Mi egyenlítődik ki? Kiegyenlítődik a nyomás? Ez egy jó gondolat, de vajon a méretek hogyan fognak szerinted változni? Micsoda? A nagy a levegőt a kicsiből? Igen, pontosan, akármennyire is furcsa, hogy nem lesz a két lufinak egyforma a mérete, mert tényleg a nyomás egyenlítődik ki a lufiknak az esetében.
hogy ezt meg is lássuk, ezért most gyorsan kinyitom a csapot. Hát egy picit lassabban, de szépen lehetett látni, hogy a kisebb lufiból átment a levegő a nagyobbba. Ez tényleg azért van, mert a nyomás kiegyenlítődik. Egyébként ez eléggé csúnya számításokkal lehetne bebizonyítani és levezetni. Senkinek nem kívánom, én sem fogom megtenni. Viszont ki az közületek, aki még sosem fújt föl lufit? Gondoltam. Ti is tapasztalhattátok már kísérleti tapasztalatként, hogy mikor nehezebb a lufit felfújni. Még az elején, igen, mert akkor még egy sokkal nagyobb nyomást kell nekünk leküzdenünk a tüdőnkben kifújt levegővel. A gondolat nagyon jó volt, ügyes vagy. És a lufik után egy kicsit más vizekre eveznék, pontosabban más anyagokra. Hoztam nektek két egzotikusabb anyagot. Az első ilyen anyag, amit használni fogunk, az a száraz jég lesz. Köszönöm. Ki találkozott már közületek száraz jéggel? Kezeket nyugodtan fel lehet tenni magasra, még senkit nem ettem meg. Jó, és ki tudja, hogy miből is van igazából? Széndioxidból, pontosan. A száraz jég az nem más, mint szilárd halmazállapotú széndioxid. Azt is tudjátok, hogy körülbelül milyen hőmérsékletű anyagról van szó? Mínusz, az már egy helyes gondolat. Olyan mínusz 78 Celsius fokos anyagról van szó. Lehet látni, hogy ilyen tényleg szilárd halmazállapotú, és minthogyha füstölögne a kezemben, pedig nem füstölök, hanem valami más csinál. Sublimál, pontosan, és mi az a szublimáció? Szilárd halmazállapotú anyagból, igen, légnemű keletkezik, úgyhogy kihagyja a folyékony fázist. Tehát amit itt látunk, az igazából nem füst, hanem az a nagyon hideg széndioxid gáz, ami a levegőnek a páratartalmát egy picikét kicsapja. De ezt csak úgy nem hisszük el, ezt előbb be kell bizonyítanunk. Ezt hoztam egy eléggé látványos kísérletet. Ez egy üvegedényt fogok használni, ebbe egy vizet fogok tölteni, körülbelül a feléig fogom megtölteni, majd beleteszek néhány darab száraz jéget, és egy nagy buborékot fogunk fújni. Persze csak, ha sikerül. Hoztam egy kicsit színezett vizet, hogy jobban lehessen a hátsó sorokban is látni. Kicsit úgy néz ki, mint a mosogatószer. És ebbe teszünk bele néhány darabot. És azért is használunk vizet, mert ez egy sűrűbb közeg, és ebben még intenzívebben keletkezik széndioxid gáz. Tehát lehet látni, hogy itt az edényünk most már tényleg elég szépen füstölög. Még felteszek nektek egy kérdést. Mi van most az edényben? Víz és széndioxid, azaz szóda. Pontosan. Tehát szóda keletkezik nekünk az edényben. Egy kicsikét elegánsabb módja annak, hogy szódát csináljunk. Mondjuk azért fogyasztásra nem ajánlanám. Ezért nem úgy tároljuk a száraz jéget, hogy az higiénikus legyen. De egy buborékot ígértem nektek, ezt pedig hoztam ilyen szappanoldatot, és benne van egy géz, és ezzel fogom kifeszíteni a buborékot. Ne besünk kétségbe.
még szerencse. És most egy picikét várunk, akkor lehet látni, hogy kezdi nekünk egyre szépen felfújni a buborékot. A papírtörlőből kérhetek. Köszönöm. És ha elég sokáig várunk, akkor egy szép nagy buborékot lehet kapni tőle. Hát folyamatosan keletkezik benne a széndioxid gáz, és ez a szappanbuborék ennek megfelelően egyre növekszik és növekszik. És ha most kipukkasztom, akkor megint egy érdekes jelenséget lehet látni. Tehát azt lehetett látni, hogy a széndioxid itt szépen lefolyt az edénynek az oldalán. Vajon mi miatt lehet ez? Nagyobb a sűrűsége a levegőjénél, igen. Tehát annak köszönhetően folyik le egy az edénynek az aljára. Van egy picikét látványosabb módja is annak, hogy bebizonyítsuk ezt a folyamatot. Mégpedig úgy, hogy a rakétát csinálunk vele. Csináljunk vele rakétát? Szeretitek? Igen! Jó. Igyekszek senkit le nem lőni. Még a lámpát sem. Lehet, hogy a plafonon hagyok egy emléket. Ez még nem biztos. Ehhez is szükségünk lesz vízre. És a vizet egy ilyen pezsgő tablettás dobozba fogom beletölteni. Nem kell bele sok, ezt is körülbelül a feléig fogom csak megtölteni. Aztán ebbe is beleteszünk 2-3 darab szimpatikus száraz jeget. És minthogyha boszorkány konyhában lennénk. Most igyekszek jól célozni, és gyorsan lezárni a kupakkal a száját. Ez nem a megfelelő kupak, de hát egy kísérlet sosem kísérlet. Megnézzük még egyszer. Nem szorul rá eléggé, pedig ennél sokkal nagyobbra ki lehet lőni. Ez jó lesz. Tehát még egyszer csak a feléig töltjük. Újra hasznosítjuk a száraz jeget. Ennyi elég lesz, jó. És reménykedünk, hogy most jobban fog sikerülni a kísérlet. Gyanús nekem ez a doboz. Nem baj. Megnézzük még egyszer esetleg. A többség dönt. Egy picit feltakarítunk. A fizika is egy maszatos tudomány. Így mi? Ez most tényleg teszünk még egy darabot. Még egy picit. És most már tényleg reménykedünk. Na, erről van szó, tényleg működik a kísérlet. Köszönöm. És itt száraz jég után szerintem evezzünk más anyagokra. A másik anyag, amit hoztam nektek, az a folyékony nitrogén. Ez egy még hidegebb anyag, mint ami a száraz jég volt. Ezt tudjátok, hogy milyen hideg anyag? Nyugodtan lehet mondani.
Valahol hallottam egy nagyságrendileg jó választ. Olyan mínusz 200 Celsius fok, körülbelül mínusz 196 Celsius fok. De megmutatom nektek közelebbről, miről is van szó. Tehát lehet látni, hogy egy szoba hőmérsékleten eléggé intenzíven forró anyagról van szó. Ez tényleg a hőmérséklete miatt van, mivel hát egy nagyon hideg anyag, és hozzá képest az edénynek a belső fala igen-igen meleg, ami ezt tárolja. És mégis azért merem a kezemben ilyen bátran tartani, mert ez egy olyan kettős falú edény, aminek a két fala közül a levegőt kiszippantották, és az ott lévő vákum az igen-igen jó hőszigetelő. Hát most már lehet látni, hogy egészen lecsillapodott ez a forrás, ez pedig annak köszönhető, hogy már az edény belső fala egészen szépen átvette a folyékony nitrogénnek a hőmérsékletét. De egyébként egészen úgy néz ki, mintha víz lenne, ugye? Egy szintelen, szagtalan folyadékról van szó. Szerintetek mi lenne, hogyha meginnám? Hát annak nem lenne túl szép vége. Nem is ajánlom senkinek, de egy modellnek a segítségével megmutatom. Jelen esetben ez lesz a bátor önként jelentkezőnk. Itt van a szája, itt a nyelőcsöve, és itt pedig a gyomra. És akkor megkínáljuk folyékony nitrogénnel, hogy természetesen elfogadja, és hát megissza. Ezt szépen lenyelte, és mondjuk elmegy egy picikét mozogni. Szerintem egyikünk sem szeretné, hogyha hasonló vége lenne. Jelen esetben az történt, hogy amikor beleöntöttem a lufiba a folyékony nitrogént, akkor annak az alja, ahol a folyékony nitrogén volt, rideg lett, elveszítette a rugalmasságát, és hát persze ebben is folyamatosan forrott a nitrogén, és elég sok nitrogéngáz keletkezett, amitől megnőtt bent a nyomás, és ezt a maradék lufi, ami még nem volt rideg, már nem bírta elviselni, ennek köszönhető volt ez a szép nagy durranás, amit hallhattatok. Igazából folyékony nitrogénnel szökőkutat is lehet gyártani. Ehhez pedig egy lombikra lesz szükségünk. Valamint egy olyan műanyag dugóra, amit átfúrtunk, és benne van egy műanyag cső. Ezzel fogom majd a lombikunk száját lezárni. Most áttöltöm a lombikba a folyékony nitrogént. És lezárom a száját. Tehát folyékony nitrogénnel így lehet szökőkutat csinálni. Szerintetek mi volt itt a fizikai jelenség, ami jelen lehetett? Igazából ebben az esetben is megnőtt a nyomás a lombikban, ahogyan lezártam a száját. Az egész rendszer ezt a túlnyomást csökkenteni szerette volna, de csak úgy tehette meg, hogyha a folyékony nitrogén, amiben ez a műanyag cső belelógott, a csövön keresztül kiszakítja a közénk a levegőbe, és amit pedig így láthattatok magatok körül, ezek ilyen kötfelhők voltak, amiket a nagyon hideg folyékony nitrogéngáznak köszönhetően láthattunk, ugyanis kicsapta a levegőnek a páratartalmát. De azért lehet látni, hogy eléggé bátran kísérletezünk itt a folyékony nitrogénnel, pedig azért veszélyes is tudna lenni, hogyha mondjuk az ember huzamosabb ideig belenyúlkál. Ezt meg szeretném mutatni egy másik lufinak a segítségével.
Tehát képzeljük el, hogy mondjuk ez lenne a kezem, egy picit más a jelenség, de az eredmény, a végeredmény az ugyanaz lesz. Most ezt szépen megfüröztjük benne. Tehát meg lehet figyelni, hogy én sem nyúlkálok bele huzamosabb ideig. És egy jól irányzott ütéssel össze is lehetett törni a lufit. A kezdünk is hasonlóan járt volna, mondjuk ott nem csak rideg lett volna úgy, mint a lufi, hanem a szöveteinkben lévő víz fagyott volna meg, és hát mint tudjuk, a vízjég is összetörhető, tehát a kezünk is akár összetörhető lehetett volna. Viszont nézzük meg a kísérletet egy picikét másképpen, úgy, hogyha egy felfújt lufit öntünk le folyékony nitrogénnel. Ez egy másik edényt fogok használni, ezt a hungarocellkádat, és ebbe fogom ezt a lufit beletenni, és megfürdetni benne. Mindenki tegye meg a szükséges óvintézkedéseket. Hát voltak olyanok, akiket sikerült becsapni, a lufink az nem kipukkadt, valami egészen más történt vele. És most füleljetek, most mindenki engedje ki a fülét. Egészen zacskós hangot hallhattunk. És a lufink most már kezdi visszanyerni a lufiságát, most már újra szépen felfújódott. Ebben az esetben az történt, hogy amikor ezt a nagyon hideg, folyékony nitrogént ráöntöttem a lufiban, a benne lévő gáz összehúzódott, a térfogata lecsökkent, és ezt a térfogatváltozást a lufinak az anyaga is követte, tehát ez is egyre kisebb lett. Persze itt is veszített a rugalmasságából, ennek volt köszönhető ez a nejlonzacskós hang, amit hallhattatok. Amikor meg újra kitettem ide az asztalra, akkor újra elkezdett kitágulni a gáz ennek a melegnek a hatására, és szépen felfújta a mi lufinkat. Ki tudja, mi van a lufiban? Hélium. És milyen tulajdonságait ismeritek a héliumnak? Könnyebb a levegőnél, ez igaz. Még tulajdonság? Vicces hangot ad az embernek, ez is egy tulajdonság, de ez mind a kettőt egy másik tulajdonságának köszönheti, mégpedig az, hogy kisebb a sűrűsége a levegőjénél. Esetleg valaki kipróbálná, hogy milyen hangtani hatásai is vannak. Lehetőleg egy mély basszúsú fiatalemberre gondoltam. Bátran ki lehet próbálni, tényleg. Akkor gyere te! Úgy kell, hogy még, hogyha, könnyebb, hogyha lehajolsz, és úgy veszel belőle lélegzetet. És utána pedig beszélj, kérlek, a közönséghez. Sziasztok, gyerekek! Beszélj még nyugodtan. Mit tapasztaltál, milyen érzés? Jó. Én is ezt gondoltam. Nyugodtan mondj még valamit, egy süsfel napot, egy mondókát. Tovább nem megy. Én is így gondoltam. Ebben az esetben az történt, hogy a hangszálai melletti részeket is már ez a hélium tölti ki. Ennek köszönhetően a hangszálai már egy kisebb sűrűségű közegben rezegnek, és az ilyen kisebb sűrűségű közegekben a hangnak a terjedési sebessége az nagyobb. Ennek volt köszönhető a kollégának ez a kellemesen magas hangja. Köszönöm szépen a segítségedet! Ha szeretnétek, megnézhetünk egy ilyen kísérletet egy picikét másképpen. Megnézzünk? Jó!
Ehhez egy másik fajta anyagot hoztam, de lássuk ennek milyen hatása lesz az én hangomra, ezt most én fogom bemutatni. Ez az anyag, amit jelen esetben én használtam, ez a kén hexafluorid, ennek köszönhetően a hangunk mélyebb lett. Vajon milyen tulajdonsága lehet ennek az anyagnak? Nagyobb a sűrűsége a levegőjénél, ennek köszönhetően tovább marad az embernek a tüdejébe, kicsit nehezebb kifújni a tüdőnkből. Látjátok, még mindig az első szippantást használom föl, és még mindig ilyen kellemesen mély hangon maradt. Egészen olyan, mint mondjuk Darth Vaderé. Annyit is mondhatnék, hogy az erő legyen veletek, de ezt inkább az előadás végére tartogatnám. Tehát hangtani kísérletből még ezt szántam nektek, hogy igenis van olyan anyag, amitől az embernek mélyebb lesz a hangja. De most inkább kifújnám a tüdőmből, és legkönnyebben úgy tudjuk kifújni ezt a nagyobb sűrűségű anyagot, hogyha lefelé fújjuk ki. Igazából, hogyha kézen állnánk, az lenne a legpraktikusabb, de sajnos kézen állni nem fogok, mert nem tudok, inkább kiköhögném. És a továbbiakban még egy kicsit másfajta kísérletekkel foglalkoznék, és még egy fajta területet hoztam nektek, most elektromos, elektrostatikus kísérleteket mutatnék nektek. Az első kísérleti eszközünk sokaknak lehet, hogy ismerős lesz, egy sörös doboz lesz, ezzel fogunk dolgozni, és azt mondom nektek, hogy én ezt a dobozt úgy meg fogom mozgatni, hogy sem nem rugom le az asztalról, sem nem fújom le, sem nem lököm le, sem nem pöckölöm le, tehát semmi ilyesmit nem fogok csinálni. Szerintetek képes leszek rá? Köszönöm szépen a bizalmat, senki nem kételkedik, pedig az jó dolog, hogyha kételkedtek. Úgyhogy be is bizonyítom, hogy viszont tényleg igazam van, tényleg meg tudom úgy mozgatni. És ehhez segítségül hívjuk az elektrostatikát. Ezt hoztam egy ilyen szörme csíkot és egy PVC rudat. És jól meg kell dörzsölni a PVC rudat, és oda tenni a doboz mellé. És lehet látni, hogy a dobozunk az elindult. De megnézzük még egyszer. Tehát lehet látni, hogy oda teszem mellé, és akkor elindul nekünk. Ez annak köszönhető, hogy dörzsölés hatására egy töltésmegosztást hozok létre, és ennek a töltésmegosztásnak a segítségével egy elektromos erővel tudok hatni az alumínium dobozban lévő töltéshordozókra, és ezek a töltéshordozók ennek megfelelően rendeződnek, és hozzák mozgásba a mi alumínium dobozunkat. Igazából ezt nevezhetnénk egy klasszikus kísérletnek is, ugyanis már az ókori görögök is csináltak ilyesmit, csak hát ők még nem sörös dobozzal és PVC rúddal kísérleteztek, hanem ők borostyán követ dörzsölgettek, és azt tapasztalták, hogy a dörzsölés után az apróbb szöszmöszök ráugranak a kőre. Maga az egész jelenség innen kapta a nevét, hogy elektrostatika, ugyanis ők a borostyánkövet elektronnak nevezték. És akkor még egy elektromos kísérletet hoztam nektek. Egy pár perc előkészületet igényel, vagyis lehet inkább csak fél perc. Olyan is szükségünk lesz áramra. Ez már nem egy elektrostatikus kísérlet lesz, hanem egy elektromos, és magnót fogunk hozzá használni. Hoztam nektek ezt a kis magnót. És mindjárt meglátjuk, hogy tényleg működik-e. Ha nem működik, az nem túl szerencsés.
úgy hallom, hogy működik, bár én nem erre az adóra állítottam, de hát ki tudja. Most képzeljük el, hogy mi van akkor, ha nem működik a hangszórója. Hát akkor ezt tapasztaltuk, hogy semmit nem hallunk. Ilyenkor több lehetőség van. Veszünk egy új magnót, vagy otthon házilag csinálhatunk egy hangszórót. Ki tudja közületek, hogy mi a hangszórónak a nagyon fontos részei? Mágnes, igen. Tekercs, igen. Na jó, nézzük meg ezzel a kettővel. Mi történik nekünk? Mágnesnek egy nagyon erős neodímium mágnest hoztam. Tekercsnek meg egy résztekercset, a másik végén egy jackdugó van, ezzel fog csatlakozni a magnónkhoz. És ezt ráteszem ide a mágnesünkre, és figyeljük meg, hogy mi történik. Újra hangot adok rá. Hoppá! Lehet figyelni, hogy ha jobban megnézitek, hogy a tekercs egyszerűen lemászott a mágnesről. Ez pedig annak köszönhető, hogy az elektromos tér, amit a tekercs kelt maga körül, és a mágneses tér között kölcsönhatás van, és ezekből rezgések származnak, és ezek pedig a hangnak megfelelő rezgések. És a hang változása az pedig a tekercsben folyó áram változásának felel meg. Viszont ez nekünk nem túl praktikus, hogy ez leugrál a mágnesről, cseréljük meg a sorrendet. A mágnessel leszorítom a tekercset, és így hallgatózzunk. Vajon mi szól itt? Nem innen szól, ki lehet jönni akár meghallgatni, hogy ebben az esetben a harmadik nagyon fontos rész szól, a membrán, ami ezeket a hangokat nekünk, ezeket a rezgéseket felerősíti, és jelen esetben a tanári asztal funkcionál ilyen membránként. Nyugodtan ki lehet jönni meghallgatni, hogy tényleg az asztalunk szól ebben az esetben. Valaki? Jönni meghallgatni? Nagyon félénkek vagytok ma, azt kell, hogy mondjam. Akkor megmutatom azt a kísérletet egy picikét másképpen, egy másfajta membránnal. És ez a membrán, amit használni fogunk, ez a teáskanna lesz. Most ez fogja nekünk felerősíteni a hangokat. Talán most már a hátsó sorokban is lehet hallani, hogy tényleg szól a teáskannánk. Jelen esetben ez erősíti fel nekünk a rezgéseket. Én ezzel a kísérlettel szeretném megköszönni a figyelmeteket, örülök, hogy velem tartottatok, és hogyha valakinek van kérdése, akkor azt szívesen fogadom. Sziasztok!